Megkezdődne a mérkőzés, egy közlemény. Tájékoztatjuk önöket, hogy a kormány a járványügyi helyzetre tekintettel következő intézkedéseket lépett a határ. Sportrendezvények helyszínén, hatod életévé benentől a kiskorú kivételében mindenki köteles maszkot volt, tehát orvosi munkat textil, más vagy nem készült maszk. Maszkot minden személy olyan munkat köteles, viselnünk az orrot és a száját folyamatosan elfedjem. Ez a kivétel a mérkőzés jegyzőkönyvében szereplő labdarúgók, edzők, valamint a mérkőzés játékvezetői. Max megfelelő viselését a kormányzati szervezők köteles betartani. Ez a legújabb elkezdés. Mindjárt mondom, csak a összeállítása. Sajnos újabb közelmúltban haláleset követünk, ismert sportszemélyiség távolodott körünkből. Ennek emlékére a mérkőzés egy perces játszülettel kezdődik, Szabados László emlékére, aki hosszú évekig szolgálta a karcagi sportéletet. Évekig kosárlabdázott, és a helyi labdarúgó csapatban is szerepel. És ő a karcagi esetben úgyvezető elnökeként magas szinten képviselte a karcagi sportot. Mondom létében. Megyei első osztályú mérkőzés következik. Orcag ellenkel a szomszédnál kisugszállás együttesen. Egy csapat összeállítása következő. Kisugszállás. Egyesen Bikkék István. Mezőjátékosok. Hatosan Parkas Zoltán. Ötösen Páradi István. Hármasan Marton Péter. Hetesen Kozár Gábor. Nyolcasan Dobos Róder. Tízesen Baladámi Károly, 12-esben Rása Szabocs, 11-esben Boros Péter, 15-esben Szent Miklósi Bárvi, 4-esben Pap Benc, cserejátékosok, 7-esben Németh Gáspár, 13-asban Jakab Kristóf, 23-asban Csorda Dávid, 17-esben Pádár László, csapatedzőjén Pádár László. A harcadik csapat összeállítása következő. 87-esen Fekete László, 17-esen Halaiti János, 12-esen Kovács Gergő, 5-esen Szívós Gyula, 6-osan Lázó Sándor, 9-esen Szent Annai Zoltán, 13-asan Szívós Gergő, 10-esen Hajdó Zsolt, 7-esen Balló Bence, 16-osan Domokos Attila, 15-esen Nagy Roland Cseré. 1-esen Belényesi László, 2-esen Hallók János, 19 Kis Sándor, 3-asen Andrusek József, 18 Pávián Gergő. Edző Kolosz István, mérkőzés játékvezetője Szénási Gábor, segítői Nagy Zoltán és Kása Gábor. Jó szurkolás mindenkinek, hajrá Korszak! Szép játék!
Cos'è?
Jó volt, megjártam. Nem, nem bántam, mert
NBA-be is mellőzik. A Farcangyel gólját áprilisbeli Centermei Zoltán szerezte, ez egy óramányba vezető hajrákolcát. Nem adja!
Thank you.
Normális,
arra megint üve. Nincs engem. Beadják, hogy nem tudom, hogy jó, tudom. Jaj, jaj! Jaj, jaj! Jaj, jaj! Jaj, jaj! Gyere, fordulj meg! Gyere, adott! Gyere, gyere! Nem egy világ. Minden sokatnak betegség, és a támadók Köszönöm! 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 Köszönöm!
Ne szopánkodjál! Elrotottam!
Nem akarok.
Milliárdokat kapnak emberek. Milliárdokat, nem milliókat, milliárdokat. Kedvi, jobb kezed, hogy van! Hát ilyen, hát jó. Tartsd meg! Jó, annak, akik kapja. Tartsd meg! Jó. Csinálja, de már másik állásban nem kiállás van, mert koronavírus miatt annyira kevés izéje volt. A közterheket meg egyebeket minden csak fizetni kell őket. Ha nincs bevétel, így fizessék. A három bácsi meg tartja a tenyerét, egy bűfenyeket őzik, amikor a megyek után inkasztó. Hát amit harmadikat...
Yeah.